Advent harmadik vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyerekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének. Jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk. Igyekezzünk valóra váltani Szent Pál apostol ajánlását. Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket, az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem angodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten felé. Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol, jöjj el és taníts meg az okosság törvényére. Most pedig a vers. Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.
Most pedig a lapról, mivel az öröm vasárnapja van, az örvendezzünk jertek éneket fogjuk én. Bocsánat, a Hozsannából, a 257-est. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, az öröm vasárnapján különös szeretettel köszöntlek benneteket, különösen azokat is, akik távolabbról érkeztek, Friedrichshafen, Biberák, és Szatmár Németiből. Mint az a múltkori elmélkedésben elhangzott, egy Demelo idézet, a madár nem azért énekel, mert ismeri a választ, a madár azért énekel, mert van egy dala. Még jóformán ki sem másztunk, a koronavírus okozta különös helyzetből, és már is újabb és újabb megrendítő, elszomorító hírek sorozata zúdult a 21. század emberének nyakába. Megkezdődött ez az orosz-ukrán háborúval, aztán jött az energiaválság és a folyamatosan emelkedő energiaköltségek, a magas infláció, az általános áremelkedés, és még sok hasonló elszomorító hír. Feltesszük a kérdést magunkba, hogy mit tehet ilyen viharos időben a modern társadalom embere. Erre az őszinte válaszom, nem tudom. Azonban, ha úgy teszem fel a kérdést, hogy mit tehet a hívő ember, akkor a válasz már sokkal bíztatóbb, és így hangzik, hitébe kapaszkodva őrizze meg a belső nyugalmát, használja a józan eszét, és a többit bízza a Teremtőre. Ellenkező esetben nagy a veszély annak, hogy a rossz hangulat, az elkeseredettség, a pánik lesz úrrá fölötte. Az adventi időszak második felében járunk, és ez az időszak teret nyújt számunkra arra, hogy hitünk kapcsán magabiztosan és optimizmussal kezeljük az ilyen helyzeteket. Az advent szó a latin adventus, azaz érkezésből származik, érkezés jelent a születendő kis Jézus érkezését. Én viszont itt most szeretnék egy kicsit tovább lépni, mert úgy érzem, ahhoz, hogy a születendő kis Jézus valóban várakozást hozzon otthonunkba és társadalmunkba, ahhoz a 21. század emberének egy másik érkezésre és várakozásra is van szüksége. Arra, hogy az adventi csendben megvárja, bevárja a lelkét. Azt a lelket, amelyet a folyton manipuláló média a rohanó világ hatására lemaradt tőle. Mert üres lakásban bármilyen pompás is a berendezés, ott senki nem vár a vendégre. Ha követed a manipulatív médiát, az a benyomásod, hogy a gondolkodás és reflektálás az egyre feleslegessé vált. A 21. század emberét nem gondolkodásra, hanem fogyasztásra ösztönzik.
Az advent lehetőséget ad arra, hogy mindenki megérkezzen, bevárja a lelkét, és lélekben várja kis Jézus érkezését. Erről szól az adventi várakozás. Amikor az advent időben gyertyafénynél csöndben magadba szállsz, hogy helyet készíts lelkedben a születendő kis Jézusnak, akkor megérted e csend csodálatos hatalmát, hatalmas erejét és sokrétűségét. Csak néhányt szeretnék ebből megosztani veletek, a csönd szelídség. Amikor nem válaszolsz a sértésekre, amikor nem reklamálsz a jogaid miatt, amikor Istenre bízod becsületed védelmét, akkor a csend szelídség. A csend irgalom. Amikor nem terjeszt a testvéreid hibáit, bűneit, amikor megbocsátasz, anélkül, hogy a múltban nyomoznál, amikor nem elítélsz, hanem közben nyálsz, akkor a csönd irgalom. A csönd türelem. Mikor panasz nélkül szenvedsz, amikor nem keresel vigasztalást embertársaitól, amikor nem lépsz közbe, hanem várod, hogy a mag lassan kinyílhasson, akkor a csönd türelem. Amikor hallgatsz, engedd, hogy a testvéred kiemelkedjen, amikor tartózkodva elrejted Isten ajándékait, mindenkor, mikor hagyod, hogy cselekedetedet rossz színben tüntessék fel, és átengeded a vállalkozás dicsőségét a Teremtőnek, akkor a csönd alázattá válik. A csönd hit. Mikor hallgatsz, mert ő az, aki cselekszik, amikor lemondasz a világ hangjairól, hogy az ő jelenlétében légy, amikor nem keresel megértést, mert elég, hogy csak ő ismerjen, akkor a csönd hitté válik. A csönd imádás. Amikor átöled a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd, Uram, miért én? Uram, miért pont nekem? Szívből kívánom, hogy az advent hátralevő idejét sikerüljön ebben a lelkületben eltölteni. Köszönöm szépen a figyelmet. Mi köszönjük Csabának a nagyon mély és elgondolkodtató üzenetet. A mai szentmisét különböző szándékokra ajánljuk fel. Imádkozunk ebben a szentmisében Leitner István lelkeüdvéért, halálának első éves évfordulója, Szölei Pál és Mária elhunytak lelkeüdvéért, Francia János elhunytért, és Szatmár Németiben mai reggel hunyt el. Egykori hívem volt ő. Imádkozunk egy súlyos betegért, Emikéért, aki ma reggel vittek be kórházba. Zsoldos György elhunytért, Nápos család halottaiért, Felber család halottaiért, az ő lelkük üdvéért. Lép Gyula és fia Lóránt lelke üdvéért, Toma Béla, Toma István elhunytak lelke üdvéért. Imádkozunk Pfeiffer Béla testvérünkért, felépüléséért, gyógyulásáért, egészségéért, és természetesen Pfeiffer család elhunyt tagjaiért. Imádságunkban hordozzuk mindazokat, akik nagyon fontosak számunkra, akiket nagyon szeretünk, és ha elhunytak, akkor hálás
szeretetben gondolunk rájuk. Imádkozom Ferenc beteg testvérünkért, vele a tegnapi nap folyamán találkoztam. Ő is életének nagy küzdelmét, harcát vívja most, és amikor szentségeket elvittem hozzá, akkor azt ígértem, hogy ma itt, Weingartenben szintén az ő egészségéért is imádkozunk. És a végére hagytam Pascalt. Pascal voltaképpen félig meddig ennek a közösségnek a tagja, 23 esztendős. Az ő küzdelmes útját mi is kísérjük már egy ideje, imádságban és aggódásban. Legutóbbi vele Ludwigsburgban, a rehabilitációs helyen találkoztam, majd jött a hír, hogy Pascalt el kellett szállítani helikopterrel otthonából, itt Németországban, Oeynhausenbe, ami Európa egyik leghíresebb szív transplantációs központja. Új szívre van szüksége. Ebben a feszült várakozásban teltek a múlt hét napjai. Péntek este, még a foci meccs szünetében felhívta szüleit, beszélgettek. Majd kis idő múltán újból megcsörrent a telefon. Anya, apa, mondta kétségbe esetten, visznek a transzplantációs műtétre. Mi nem tudjuk átvenni sem az ő érzését, sem a szülők érzését. Péntek este 11 órakor kezdték el a műtétet. Reggel 5-6 óráig. És a tegnap reggel délelőtt már biztató hír érkezett. Életjelet ad. Állapota stabil. És amikor most ide érkeztem hozzátok, újból felhívtam édesanyját, és megmondom, nagyon félve. De amikor Tünde válaszolt, éreztem hangjából a derűt. És ezért a könycseppek az ő szemében és az én szememben is az örömnek, a hálának a könycseppei. Pascal jól van. Banánt kért, már tudott egy kicsikét enni, már tud kommunikálni. Persze még az út nagyon hosszú előtte. És csak annyit tudtam mondani Tündének nagyon nagy örömben, hogy a Jóistennek ezt a csodáját ma itt különösképpen nagy hálában és szeretetben fogjuk megköszönni. És Pascal is üzeni nekünk, hogy köszöni az érte való aggódást, a sok-sok imád. Látjátok, ez jelent egy közösség. Egy közösségnek összetartó és megtartó ereje. És benne az is, hogy amikor a magunk aprócska gondjait, küzdelmeit nézzük, nem olyan nagyok azok. Úgyhát a mai szentmisében adjunk hangot a magunk köszönetének, hálájának. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom. Én igen nagy béke. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz,
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítünk születésének nagy napjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és szeret bennünket a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon, mint a lilium. Virulva viruljon és örömében ujjongva daloljon, mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk főségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csüggedt szívűeknek bátorság. Ne féljetek. Íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon, és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozni fog majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve ujjongva ujjong. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és ujjongás jár a nyomukba, mert fájdalom és síralom nem lesz többé. Ez az Isten igéje. Istenem,
Szent lecke Szent Jakab apostol leveléből. Legyetek álhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvéreim, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. Lám, a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek álhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvéreim, ne zugolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra, mert íme a bíró ott áll már az ajtó előtt. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták, íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. De még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, a mai advent harmadik vasárnapja nagyon sok gazdag gondolattal ajándékozott már meg az eddigiekben is, és természetesen az elkövetkező időben is. Liturgiánk, gyönyörű liturgiánk segítségével. Az öröm vasárnapja van,
És az örömben, mint emberi érzésben mindig ott van egy nagyon mély, felemelő érzés. Jó örülni, jó örömben élni. És akkor most csatlakoznék a Csaba gondolatához, amit elhozott a mai reggelen, mai délelőttön nekünk. Ma nagyon sok minden nyugtalanít bennünket. Félelemmel, a bizonytalanság érzésével tölt el. És akkor föltesszük a kérdést, de hát minek örüljek? Van-e alapja az én örömömnek? Ha magam életére nézek, akkor természetesen megtalálhatom azokat az aprócska kis pillanatokat, amelyek reménnyel töltenek el, és esélyt adnak számomra arra, hogy megtaláljam a magam életében az örömnek a forrását. Honnan is forrásozik az én örömöm? Mi az alapja az én örömömnek? Mielőtt erre egy kicsit személyesebben rátérnék, szeretném csak éppen idehozni a szentírási szakaszoknak az üzenetét, amelyek ma elhangzottak. Elsőként Izajás próféta az Ószövetség reményt és örömöt hirdető prófétája ő, éppen a fogság népe számára. Örüljön a puszta, és örömében újjongva daloljon. És eleven előttünk a kép. A puszta látványa mindig nagyon lehangoló. Benne van a kopárság, a sivárság, az élettelenség. És mégis a próféta a remény és az öröm hangján szólít fel, örüljön a puszta, örömében újjongva daloljon. Hiszen a hívő ember nagyon jól tudja, a keresztény ember tudja, hogy az advent nem egy kétségbe esett, nem egy reménytelen várakozás, ellenkezőleg reménnyel teli, örömmel teli vállalkozás. A Szentleckében egy másik erényről hallhatunk, amikor Jakab apostol azt mondja, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. Nem más ez, mint a türelemnek az erénye benne. És akkor nézd meg, hogy mennyire vagy te türelmes ember. Egy kicsit kellene várnod a sorban, és már is arrébb teszed a másikat, mert türelmetlen vagyok. Egy pici türelemre lenne szükség a családban, hogy ne azonnal visszaszóljak, egy picit hallgassak, de türelmetlen vagyok. Talán türelmetlenek vagyunk a munkahelyen, türelmetlenek vagyunk a mindennapi életünkben, nem tudom. Nézd meg magadban, hogy állsz a türelem erényével. Mennyi időre, mennyi türelemre van szükség, hogy egy beteg gyermek, egy beteg felnőtt lassan, lépésről lépésre megerősödjön, felépüljön. Mennyi időre, mennyi türelemre van szükség, hogy az elvetett magból bőséges termés fakadjon. Mennyi türelemre van szükség, folytathatnám, és a sor végére oda teszem, mennyi türelemre van szükség velem szemben. Veled szemben. Ne mástól várd a türelmet magaddal szemben. Azt nézd meg, te mennyire tudsz türelmes lenni mással szemben. Én mennyire tudok türelmes lenni magammal szemben.
Egy jóléti társadalomban élünk. Azt mondhatom, minden küzdelem és nehézség ellenére itt a magunk és a reánk bizottak életét mégis egyfajta biztonságban tudhatjuk. Az úgynevezett konzumvilág egyetlen egy jelszót tűz zászlajára: fogyasz. Fogyasz minél újabb, minél frissebb dolgokat, birtokold, és ez neked örömet, a boldogság érzését fogja kölcsönözni. És elültetjük magunkban a kielégítetlen vágyak és óhajok sokasságát. És ha nem érjük el, nagyon hamar üresnek, kietlennek, sivárnak érezzük életünket. Mosolyog és örülj. Találd meg a magad életében azokat a pillanatokat, amelyekért érdemes és lehet mosolyogni, lehet örülni. Nem nagy dolgok ezek, nagyon-nagyon apró dolgok a magunk életében. Ugye ismerős a jelenet, amikor fényképezőgépet és telefont veszünk a kezünkbe, szelfit készítünk. Vagy másokról készítünk képet, csoportképet, és általában milyen képet fogunk közzétenni? Egy mosolygós képet. Rendben van. Csak hogy parancsszóra mosolyogni és örülni nem lehet. Mert a mosoly, az öröm szívből kell, hogy fakadjon. Benső, természetes érzésként. A kikényszerített mosoly, a kikényszerített öröm alig ha ér valamit. Aztán sok mindent kitalálunk, mit kell mondogatni, hogy örömre, mosolyra húzódjék szánkszéle, de ez nem természetes öröm, nem természetes mosoly. Emberként lehetek önző és kényszeres, de lehetek önzetlen és természetes. Legyen jelen az életemben a spontaneitás, a természetesség, amely egy idő után ösztönné válik. És akkor már nem kell megjátszanom magamat. Nem kell szélesre tárnom arcomat, nem kell mesterséges mosoly gesztusokat magamra ölteni, mert az öröm, a mosoly beépül az én életembe. Mindannyiunk előtt nagyon jól ismert, és ezzel a gondolattal fogom befejezni az elmélkedést, a Táborhegynek a jelenete. Amikor is az Úr Jézus kiválaszt három apostol, Pétert, Jakabot és Jánost, felviszi őket a Táborhegyére, azért, hogy színében elváltozzon, és utána persze természetesen az ő szenvedéséről, a rákövetkező megpróbáltatásokról beszél nekik. Annyira magával ragadó az élmény mindannyiunk számára, hogy Péter felkiált: Uram, jó nekünk itt lennünk! Az öröm, a boldogság érzése, mint természetes érzés tör fel az ő szívéből, egészen mélyről. Örüljetek az Úrban, szüntelenül azt mondom, örüljetek. És ez a legutolsó gondolat, ezt vigyük majd haza magunkkal. Örömünk akkor őszinte, akkor természetes, ha az Úrban gyökerező öröm ez. Akire várunk, akire
készülünk, születésére készülünk, hisz karácsony ünnepe az évenként visszatérő karácsony ünnepe. Éppen ezt üzeni, ezt jelenti mindannyiunk számára. Ámen. Most pedig örömmel valljuk meg keresztény hitünket. Hiszek egy Istenben. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvérek, most a betegek szentségének a kiszolgáltatása következik. Az imént együtt közösen megvallottuk keresztény hitünket. Mivel mi havonta egyszer találkozunk itt Weingartenben, és közeleg nagy ünnepünk karácsony ünnepe, régi hagyományunkat, szokásunkat megtartva karácsony ünnepére készülőben kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. Ahogyan minden alkalommal elmondom, a betegek szentsége a betegek és az idősek szentsége. Benne kegyelmi segítséget nyerünk az Úr Jézustól. Kik azok, akik felvehetik a betegek szentségét, kérhetik a betegek szentségét? Azok, akik kegyelmi állapotban vannak. Visszatérve a tegnap reggeli Róráti Szentmise üzenetéhez, akik egyensúlyban vannak. Megvan az egyensúly közötte és a Jóisten között ebben a kapcsolatban, az ember testvéreivel való kapcsolatban, és természetesen megvan az egyensúly az ő lelkében, saját magával kapcsolatban is. Ez a feltétel, a kegyelmi állapot. A második, az időskor jogosít fel bennünket arra, hogy kérjük a betegek szentségét, mert benne kegyelmi erőt és támogatást nyerünk, hogy az útunkat végig tudjuk járni, nagyon nagy hittel, nagyon nagy bizalommal és erőben. És természetesen a betegek szentségét, ahogy nevében is benne van, kérhetik a betegek, akik súlyos betegséget hordoznak életükben. És amikor a lélek megerősödik, akkor a test küzdelmét, fájdalmát sokkal könnyebb elfogadni, elviselni. Jakab apostol által üzeni egyházunk beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papját, imádkozzék fölötte kenje meg olajjal, a hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer. Amikor majd ide járultok, akkor a homlokotokat fogom megjelölni a betegek olajával, illetve mind a két tenyereteket, és a válaszotok mind a két megjelölés, megkenés alkalmával az ámen, ami azt jelenti, hogy igen, így van, így hiszem. Testvéreim, ez a megáldott olaj a Szent Háromság egy Isten ember szerető jóságának jele és eszköze. Illő, hogy most, amikor kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük és mondjuk, áldott legyen az Isten. Áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk, a mi üdvösségünkért fiadat e világba küldted. Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd. Áldott légy Istenünk, vigasztaló szent lélek, aki gyönge testünkbe a magad erejét öntöd. Urunk Istenünk, mélységes hittel kenjük meg testvéreinket a szent olajjal, nyerjenek szenvedésükben enyhülést, gyöngeségükben erőt, Krisztus a mi Urunk által.
Könyörögjünk! Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért jött el közénk, hogy örömet szerezzen nekünk és üdvözítsen minket. Add, Urunk, hogy egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére. Kérünk téged! Add, Urunk, hogy híveid türelmesek legyenek, és jóságukkal örömöt szerezzenek embertársaiknak. Add, Urunk, hogy a gazdag népek segítsék a szükséget szenvedő nemzeteket. Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai húzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot. Add, Urunk, hogy betegeink és örvendezve találkozhassanak veled a karácsonyi szentáltozásban. Szeretet megváltunk, de azt akarod, hogy minden ember boldog legyen. Add kegyelmedet, hogy már a földi életben is érezzük a benned bízók örömét, és egykor országodban elnyerjük az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzunk együtt, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon. Add, hogy örök akaratod szerint hatékony a munkája bennünk az üdvösséget, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közeledtét jelezte Keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. És ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban vírasztva, dicséretében újjongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszál zengjük, és egy szívvel énekeljük. Szent vagy, szent.
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vett a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülöttét küldte az üdvözítőt, ezért imádkozzunk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,
míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet, ki élsz és szerez bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a békejelével. Kimond? Nem mindig, ugye? Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
Krisztus lelke, szentelj meg engem. Krisztus vére, ihlesd meg engem. Krisztus kínszenvedése, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. O jóságos Jézusom. Könyörögjünk. Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, kérsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Nagyon nagy örömben és szeretetben mondom, hogy most a szentmise végeztével átvonulunk majd a Szent Márton közösségi teremre, Agapéra. Szeretettel hívunk és várunk benneteket, hogy amit itt nagy örömben és hálában elkezdtünk, ott egy másik terített asztalnál tovább folytathassuk. Hálában és szeretetben köszöntöm mindazokat, akik december hónap folyamán névnapjuk, a születésnapjukat, vagy valamilyen más családi eseményt ünnepelnek. Jó Isten éltessen és tartson meg erőben és szeretetben mindannyiatokat. Majd a kijáratkor, a kijáratnál, különféle naptárainkból, fali naptárból, kincses kalendáriumból, a Csaba testvér Árvái számára készített forgatható asztali naptárból is lehet vinni, vigyétek. Aztán ott van a báli meghívónk, ha azokat csak vigyétek és vihettek többet és másnak is adjátok oda. Január 28-án lesz a Stuttgarti Magyar Katolikus Jótékonysági Bál Felbákban, és ha majd kinyitjátok ezt a báli meghívót, láthatjátok, hogy 74 cm hosszú. Mind a két oldalán pedig azok a támogatók, szponzorok találhatók, jelesül innen tőlünk is, Weingartenből, akik felvállalják közösségünket és örömmel szívesen segítenek bennünket e nemes jótékonysági akcióban. Elsősorban a jótékonysági bálunknak a célja nem csupán az, hogy befizetve a jegy árát jól érezzük magunkat, szórakozzunk, hanem jótékonysági célt is követünk, ahogyan benne van a nevében. Úgyhogy szeretettel várunk benneteket, szólítsunk meg másokat is. Nagyon fontos, hogy így, ilyen formában is találkozunk. Hadd mondjam el, hogy ebben az esztendőben az ukrán orosz háborúban több mint 5000 euró értékben tudtuk segíteni a Kárpátalján lévő Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét, mert ott nekünk a magyar hittestvérek, sorstestvérek vannak. Örömmel is szívesen segítjük őket, természetesen másokat is. Csaba testvér alapítványa részéről éppen a tegnap előtt érkezett meg a kérő levél, amelyben számítanak a mi segítségünkre, ugyan az elmúlt esztendőben is segítettük őket, mert hogy, amiről Csaba is beszélt, a megemelkedett energia árak újabb kihívások elé állítják azokat a házakat, ahol Csaba testvér az ő munkatársaival, egyszerű gyermekekről, szegény gyermekekről, adott esetben árva gyermekekről gondoskodik, úgyhogy missziónkon, egyházközségünkön keresztül ezt a nemes akciót is támogathatjuk. 1500-2000 euró értékben kérnek most támogatást tőlünk, természetesen akkor, hogyha ez a kérő szó eljut a mi szívünkhöz, és más helyre is szeretnénk, jó helyre szeretnénk pénzbeli támogatást eljuttatni. Ami a jövő hetünket illeti, jövő szombaton szintén lesz Rórát és Szentmise a 14 segítőszent templomában, reggel 7 órakor szeretettel hívunk, várunk benneteket, és az azt követő közös reggelire is, ahogy volt ez a tegnap reggel, illetve azt megelőző szombaton is. Amit még szeretnék
elmondani a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatosan. A múlt vasárnap volt egy közös találkozónk, egy úton indultunk el egyházközségünkkel. Eddig még élő volt a remény, hogy érkezik a második kolléga is, mivel bizonyossá vált, hogy nem jön, új utakat és megoldásokat kellett keresnünk, ez megtörtént. Gyakorlatban a weingarteni közösség életét ez abban az értelemben nem érinti, hogy továbbra is a havi egy szentmisénk megmarad, illetve a hónap folyamán még két szerdai vagy csütörtöki nap, erről még fogunk egyeztetni, ahogyan volt az elmúlt két esztendőben, szintén megmarad. Egyedül láttam el a szolgálatot, és most nincs helye sem a panaszkodásnak, sem a nem tudom, részvételes szavak kicsikarásának. Egyszerűen végzem a dolgomat, és nagyon nagy örömmel, nagyon nagy hálával, szeretettel teszem mindezt. Új helyzet van, azt is szeretném elmondani, hogy egy új utat fogunk elindítani. Sajnos látom, hogy Friedrichshafenből vagytok és környékéről. Ahogyan az elmúlt két esztendőben nem jutottam már el hozzátok, az elkövetkező időben sem fogok eljutni hozzátok, sem Friedrichshafenbe, sem pedig Munderkingenbe, a többi részegyházközségbe eljutok. Viszont ami örömteli, hogy amikor egy új struktúrában, szerkezetben fogunk együtt működni, akkor minden helyi közösségből lesz egy képviselő, egy jelölt, egyháztanácsosnak mondanánk, és így minden helyi közösségnek a szavazata, az óhaja, az igénye, mint egy szavazat, mint egy pozitív kérés eljut az egyháztanácsba, az úgynevezett pastorál rádba. Ez egy út, ez egy folyamat, ezen járunk. Természetesen abban a pillanatban, amikor majd még egy kolléga érkezik, akkor mindent újra kell tervezni, ahogyan szokták mondani, újra osztjuk majd a lapokat, de az még távol van, messze van, most azzal nem kell foglalkoznunk. A karácsonyi ünnepkörünket is érinti a változás. Most ebben az esztendőben nem érkezik kolléga segítségünkre, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a karácsonyi ünnepkörben 26-án, karácsony másodnapján 11 órakor lesz a szentmise, a karácsonyi szentmise a Szentlélek templomban. És aztán szilveszter délutánján, a szokáshoz híven, délután 3 órakor lesz szentmisénk. Itt most hallottam, hogy a Szentlélek templomból beírva, korábban a 14 segítő szent templomában tartottuk. Ezt nekem még tisztáznunk kell, de a karácsonyi ünnepkörben 26-án pontosítjuk, hogy szilveszter délutánján hol találkozunk évvégi háladó szentmisére. És akkor nem felejtettelek el, Csaba, légy szíves, gyere, mert azt szeretem a helyi közösségekben, amikor saját maguk kezdeményeznek. És Csaba elmondja az újabb kezdeményezést, amit gyakorlatban egy hagyomány folytatása. Tessék! Szóval először is kedves helybeliek, vendégek és keresztétestvérek. Arról lenne szó, hogy annyi minden pozitívumot hallottam Stuttgartból, ez alatt a pár perc alatt, és szeretném is bejelenteni, vagy én magam is, a legátusok, vagyis a közösség nevében egy pozitívumot, hogy február 4-én, ugyanott, ahol a utóbbi ezelőtt 3 évvel, megtartjuk az idei, vagy a jövőbeli farsangi bált, meg lesz tartva, és szívesen látunk mindenkit. A következő alkalomig meg lesz a meghívó, nem lesz 74 centi, szerintem annyian nem leszünk rátéve, de leszünk egy páran, úgyhogy azok, akik itt vannak, mind név szerint meg lesznek jelenve valahol a tisztelet. És tiszteletüket fogják adni ott a helyben, ahol meg fogjuk tartani ezt az ünnepteljes estét. Úgyhogy karácsony másnapján, addigra meg lesz a meghívó, és akkor ki tudjuk osztani. De hogy tudjátok, tovább adnész az információt, és mindenki, hogy legyünk egyelegen 3 év szünet, kényszerszünet, ahogy veszük, után újra összejönni, és talán egy újra föltámadást előidézni, ahol a közösség újra életre lépjen. És ezt kívánom is. Másodjára még egy dolgot hozzáteszek megint a legátusok, hogy mi is tanultunk hozzá, tanácsosok, egy saját, hogy is lehet kifejezni, lehet mondani isteni áldás, hogy legátusok voltunk, de tanácsosok is vagyunk egyben. A lényeg az, hogy mivel karácsonyig, szentestig nem találkozunk, az
a közösség, a legátusok nevében egy kellemes ünnepet kívánunk, egy reménytelit, erőben, egészségben gazdagat, és érezzétek jól magatokat az ünnepek alatt a családi társaságban. Köszönöm szépen, és nagyon szép vasárnapot még, és az okapira várunk benneteket a húsleves fellepékeszem melegíteni. Így van, és a gyermekekről sem feledkeztünk el, hiszen Szent Miklós püspök ünnepe volt a héten, mindezt majd a záró éneket követően. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, éljünk békében!